Szevasztok srácok, lányok, tetyák, nebulók, pingvinek, íme egy vlog. Rég volt ilyen, most indokolt, mert annyi felé voltam az elmúlt napokban mindenféle forgatáson, hogy úgy gondoltam ebben a formában is itt az ideje, hogy egy kicsit kommunikáljunk egymással, remélem, hogy tetszeni fog új, limitált nyári pingvin póló a Nessai Shopban július 31-ig. Viseld az emótákat és legyél a legmenőbb még ma. Link a leírásban. Borzasztó régen volt mobilos tartalom a csatornán, ami tekintve, hogy Samsung nagykövet vagyok, részemről elég gáz, de semmi gond most ezeket behozzuk, ugyanis már megszokhattátok, hogy évről évre megnézzük az aktuális csúcs készülék, fényképezési és videó rögzítési módszereit és egy vlogot minimum Telefonnal készítek el. Hát ez most az. Megnézzük, hogy a Samsung Galaxy S10 Plus kamerája mit tud hozni. Ugye érdemes tudni, hogy már a standard az, hogy a front facing, tehát az előső és a hátsó kamera is 4K-ban rögzít, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek a minőségre, illetve kíváncsi vagyok, hogy hol állunk jelen pillanatban a hangokkal. Azért nagy fejlődés nem volt a telefonba épített mikrofonok terén az utóbbi években, kíváncsi vagyok, hogy most mi a helyzet. Nyilvánvalóan azért abban megegyezhetünk, hogy egy mobil sohasem fog olyan minőséget garantálni, mint mondjuk egy fényképező vagy egy videókamera, de hát ugye nem és erre való, pont hogy a nevében lévő mobilitás a könnyű használat és a könnyű hordozhatóság miatt szeretjük, de annál, mint hogy itt ülök és a telefonról beszélek, míg ti nézitek a pixeleket, egy fokkal izgalmasabb, hogy merre jártam az elmúlt napokban. Az első útam kérlek szépen benneteket Debrecenbe vezetett, természetesen Janihoz és Pistihez a The VR-hoz, mert hogy fölvettük az első timeout Out podcastet. A főni Az a jó, hogy átérni Budapesten az körülbelül pont annyi, mint a Budapest-Debrecen távolság, úgyhogy az ember tökéletesen elámosodik, mire lejut ide Mordorból, de Debrecen vlog, itt vagyunk a stúdióban, a híres stúdióban, és majd a dinamikus duó valamelyik tagja mindjárt elmondja, egy pontosan milyen felvétel fog itt történni. Ez az igazi. Ah, abszolút. Production boss. Production quality. A szakma, amit csinálunk, ugye, így YouTube és Twitch Aha. és az egyéb kurvulások a többi social platformon, az most már néha úgy érzem amúgy, hogy lehet, hogy az egyiknél le kéne üljek. Há... Ne, nem tudom, a social, az egyéb social marháskodásoknál <laughs> nagyon érzem, mm. ezt én is, de most annyira elkaptam a Twitch-et, mióta csinálom, nem tudom már, szerintem két év is lesz, ami mégis nem olyan sok, nem tudom. Hát ahogy vesszük, de hogy ott, ott, nem érzem, ott valahogy annyira bensőséges ez az egész, hogy azt érzem, hogy én tudom, hogy ha leszek 35, meg 40, meg 45, akkor az a közönség nyilván változásokkal, de ott lesz, ők is idősebbek lesznek. Ott, ott valahogy ezt magaménak érzem. A, a YouTube-nál azért érzem azt, hogy, hogy, a ti ki le, hogy már érzem, hogy öreg vagyok én már ehhez, vagy nem tudom, hogy fogalmaztál, mert ott sokkal nagyobb hatással van rám, ami baj, de érzem, hogy, hogy, hogy hat rám az, ami körülöttünk történik. Jani, ez még ugyanaz a vlog. Ez még ugyanaz? Val valamit mondjál. Eltelt egy kis végére. idő, mióta utána beszéltem. De hamarosan Lement a podcast, is jó folytatódik volt. a podcast. Folytatódik. És Most zabálunk. Nagyon-nagyon jól éreztem magam. Jó volt ilyen kötetlenül beszélgetni ennyi időn át Pistivel, úgyhogy mindannyiótoknak ajánlom, hogy a teljes adást majd nézzétek meg, hogyha engedi időtök. Azt hiszem, hogy van vagy három óra, úgyhogy talán egy hétvégi programnak ez ideális az anyagot így utólag megvizsgálva szerintem látszik, hogy mint minden készüléknél a telefonnál is azt számít a leginkább, hogyha a minőséget vizsgáljuk, hogy mennyi fényt kap a kamera maga. A belső helyszínes felvételeken nyilván azért kisebb ártifektek már megjelentek, viszont nagyon-nagyon jó minőségű szerintem már az a 4K, amit egy mobileszköz képes biztosítani, és ami ennél is durvább, és nekem nagyon-nagyon hasznos, mert tudjátok, hogy hogy remeg a kezem, hogy a videó stabilizáció nem igazán rontja a minőséget. Szóval korábban én mindig amiatt aggódtam, hogy ha a videó stabilizálást bekapcsoljátok, mikor telefonnal videóztok, az mennyire fogja rombolni a minőséget. Hát megfelelő fényviszonyok között szinte egyáltalán nem is nagyon-nagyon szép folyamatos képsorokat lehet készíteni, úgyhogy részemről ez az S10 Plusnál mindenféleképpen egy pluszpont. Idén bekerült egy új funkció is, a telefonba, a hátsó kamerákhoz, ami a szuper stabil nevet viseli, és különösen mozgás mozgásintenzív sportszituációkhoz ajánlott használni. Ezt nem tudtam megnézni ebben a mai vlogban, hiszen sportolni nem voltam, de a Nessa FC csatornán, a sportvlogoknál majd mindenféleképpen teszteljük. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan a minőség rovására fog menni kicsit az, hogy ugye a telefon kistabilizálja nagyon-nagyon durva mozgásokat is, például szörfözés vagy vízisíj közben, de kíváncsi vagyok, hogy hogy milyen a végeredmény, úgyhogy ezt ma mindenféleképpen megnézzük. Azért nagyon-nagyon jól tud kinézni egy olyan anyag, amelyben gyorsan mész, extrém szituációkban mozogsz, de mégis ki van stabilizálva, és smooth folyamatos az anyag. Úgyhogy erre majd a későbbiekben rátérünk. Most viszont nincs más hátra, mint hátra, ahogy szoktam volt mondani, ugrunk térben és időben is a második helyszínre, Budakalász magasságába, ugyanis itt megnyitott a lupas strandon a Samsung Beach, ami egy egészen exkluzív csillezésre, munkára, rendezvényekre is tökéletes kis helyszín. Itt volt egy megnyitó ünnepség, ahol a Samsung beszélt a legújabb kampányukról, nem tudom, hogy hallottatok erről a Band Fusion-ről, ahol a Hősök és Péter Fibói fog létrehozni egy egy közös nótát, ha esetleg szeretitek az előadókat, akkor mindenféleképpen nézzetek majd ennek utána. Ide meghívtak több Samsungos videóst is rajtam kívül, itt volt a Kulturgix, Simon Fipeti, stb. stb. És tökéletes volt a helyszín arra, hogy kipróbáljam a lassításokat, ugyanis egészen elképesztő felvételeket lehet készíteni férfiakról, amint isznak szívószállal, majd meglátjátok, mire gondolok. Azt hiszem, hogy finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy nem állnak túlságosan közel hozzám ezek a sajtóesemények megnyitók, ez inkább az újságírói korszakból maradt ránk, de az ember ne panaszkodjon, hogyha ingyen enni meg inni kap, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, jókat mókáztunk a srácokkal, csodálatos lehetőség volt lassított felvételek készítésére, amivel mindenkinek az agyára mentem, de a nap végén egy jót bulisztunk szerintem, és ez a lényeg, meg közben észrevettem, hogy látszik a medence a napszemüvegemben, ami egy csodálatos felfújható modell, és a hétvégén üzemeltem be a kertbe, de ez teljesen off-topic. Nem most repüljetek, he, anyád! Nem volt még alkalmam megköszönni nektek a félmillió feliratkozót, bár tudjátok, hogy ez csak egy szám az én szemembe, és sok minden nem igazán jelent. Sokkal többet jelent, hogy itt vagytok régóta, és abból élhetek, azt csinálhatom, amit szeretek, és ez nektek örömet okoz mint az, hogy most egy, egy, egy félmilliós határt elértünk, és akkor je, yeah, nagy ünneplés, de minden esetre természetesen nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy itt vagytok velem, sokan újonnan, sokan évek óta, ez egy tök jó dolog, úgyhogy nyomjuk tovább, srácok, ez a lényeg, hogy mindig fejlődjünk, mindig haladjunk előre, nem az, hogy hányan vagyunk, de köszönöm szépen. Különösen azt a nagyon-nagyon sok személyes üzenetet, meg történetet, amivel régóta, mind a mai napig megleptek engem, ezekből nyilván soha nem adok ki semmit, meg nem mesélek róla, de, de nagyon sok megható, kedves és egyébként vicces sztorit írtok nekem e-mailben, és, és ezek, ezek, nagyon jó dolgok. Nem akarom ilyen érzelmes irányba elvinni a dolgot, na, de örülök, hogy, hogy, ez az egész, amit csinálunk, ez, ez idáig jutott. Úgyhogy kösz, 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 már ismétlem magamat. Na de, az utolsó vlog ahol bevetettük az S10 Plus-nak a kameráját, az nem volt más, mint egy forgatás, ami nagyon-nagyon titkos, és részt vettek rajta nézőim és videós kollégák is egyaránt. Mint beszéltem az imént a szintlépésről, úgy valóban dolgozom afelé, hogy új projektekkel lepjelek meg benneteket, és ennek a forgatásába most betekinthettek egy igen-igen minimálisat, mert nyilván nem akarok semmit lelőni, de itt jártam még a hétem. Elképesztően titkos forgatással járunk jelenleg, és mögöttem két sztár, egy Simonfi Péter és egy Brotest Tibor nevezetű éppen megszépül a sminkben, elképesztően izgalmas. <síns> <síns> Így lesz Tiborból egy néger. <síns> nem az arcot. <síns> ne, 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 a tokkal az nem álljon. Egy, egy, igazi Samsung nagykövet, Simon F. Péter, mindig az S10 plusz a kezében, készen a posztolásra. Éppen Hashtag szponzoráció. Hashtag Samsungos, és az óra az mindig, mindig a kamera felé. Tökéletes. fasz, ami, bár igazából semmi nem derült ki számotokra ebből, de türelem, torna terem, sok jó új dolog jön majd, ami, ami azért készül, hogy, hogy tényleg meglepődjetek, élvezzétek, és, 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 valami újat alkossunk, na, ez a lényeg. De szászónak is egy a vége, ez volt az én vlogom, nem nagyon szeretem a vlogot igazából, szerintem nem sok embernek van olyan érdekes élete, hogy rendszeresen erről beszámoljon videós vagy bármilyen formába, az enyém sem annyira izgalmas, de a lényeg, hogy remélem, hogy tetszett srácok, mindenféleképpen mondjátok el a minőségről, a véleményeteket, a képről és a hangról, lassítások, négykás, szimpla felvételek tekintetében, én nagyon-nagyon elégedett vagyok, Tudjátok, évek óta a Samsungnak a csúcskategóriás mobiljaival az S10 Plus is hozza azt a szintet, amit kell egy ilyen áru és ilyen minőségű telefonnak. Ez az én magán véleményem, de mindig is tudjátok, minden ilyen videóban elmondom, hogy én Samsung fan vagyok, lehet velem nem egyetérteni, meg mindig osszátok el kettővel, amit mondok, ne befolyásoljon senkit az én véleményem, de én ezt így gondolom. Arról is jöhetnek majd kommentek, hogy milyen funkciókat nézzünk még meg a telefonban. Mindenféleképpen akarok majd mobil gaminget csinálni, mindenféleképpen akarok valami videót a fényképezésről, meg fogjuk nézni ezt a szuper stabil üzemmódot sportoknál, de mindig nektek vannak a legkreatívabb ötleteitek, én unalmas vagyok, ezt mindenki tudja. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, srácok, remélem, hogy jól szórakoztatok. Találkozunk, legközelebb is legyen nagyon szép napotok! Na! Szevasztok! Enbetű! Hát ez a leggyönyörűbb dolog, amit a világon látok.